Toklászmező és kutyafuttató. És mindez, ha még nem lenne elég, a terület egyáltalán nincs elzárva a forgalom elől. Egy szóval, ha négylábú kedvencünkre nem lenne elég veszélyes a szembe és fülbe könnyedén beleragadó toklász, még az autós forgalom is veszélyezteti az életüket a Budai vár lábánál, a Tóth Árpád sétány alatti meredek domboldalon, ahol hatalmas mező alakult ki gyomnövényekből. A toklász könnyedén megtapad és be is szúródik kedvenceink valamelyik lágyabb testrészébe. A toklász ez egy gyomnövény, leszáradt része, és amikor kaszálnak, vagy vágják a füvet, ezek az apró pici részek leesnek, és a hosszú fülű, hosszú szőrű kutyáknak a fülébe bemászik. Na most ezen kívül még a talpárna, az ujjak köze, a nemi szervek, és gyakorlatilag még az orr is, mert volt már ilyen kutyusom, föl is szippantják. Na most azt kiszedni egy ilyen kis fogócskával, ez szinte reménytelen. Van úgy, hogy csak kórházi orr műtét után lehet azt kiszedni. Ha a gazdáknak nem sikerül rögtön kiszedni a mélyre befúródott toklászt, nem érdemes tovább próbálkozni, mert lehet, hogy nagyobb bajt okoznak vele. A toklász beszúródása után a zsír és kötőszövetek között néhány centit is vándorolhat. Ezért, ha felfedeztük, érdemes azonnal orvoshoz fordulni. Mivel a kutyák emésztésük segítése miatt rágják a füvet, ezért a nyelőcsövükbe is belekerülhet, és ott heves köhögést vált ki. Védekezési eljárás. Idáig legalább kopaszra nyírás, de egyébként az ilyen sarokmorzsi bundát bizony javaslom toklász elleni védekezés céljából lenyírni. Hogy tudjuk észrevenni, hogyha lábúj közé ment a toklász? Hirtelen elkezdi sétáltatás után a kutyus nyalja a lábát, de már nagyon sokszor nem veszük észre, mert gyorsan bemegy, itt egy kis bőrredőben megakad és bemegy a toklász. Feladat, minden sétáltatásnál át kell nézni a lábacskákat, még a lenyírt esetben is, de bizony olyan területen vagyunk kénytelenek sétálni, mert nem tudunk mást a forró betonon, nem fogjuk tudni nyáron sétáltatni kutyusainkat, kutyacipő alkalmazása abszolút javasolt. A toklász kiszedése kifejezetten fájdalmas, sőt előfordul, hogy a műtét idejére el kell altatni a kutyát, és gyakran utókezelésre is szükség van. Ennek ismeretében minden kutyafuttatót fenntartónak, vagyis többnyire az önkormányzatoknak a felelőssége az, hogy kezelje a füves területeit és azon belül is a kutyafuttatásra kijelölt területeket. Az ügy kapcsán megkerestük az első kerületi önkormányzatot. Választ szerettünk volna kapni arra, miért alakult ki ez a helyzet, és mikor tervezik a kaszálást. Ám adásunkig nem kaptunk választ.